vannak. Teljesen hiteles Guinness rekord lesz, amit most lejátszódik. Ezt az urat úgy hívják, hogy Paul Daniels. Ő az angol bűvész társadalomnak a legelismertebb bűvésze. Az én véleményem szerint jelen pillanatban a legnagyobb showman a világon. Ő 82 óta csinál az angol televízióban bűvészsókat, méghozzá minden évben 13-at. Ezek óriási méretű bűvészsók, a legnagyobb illúzió mutatványoktól kezdve a bűvészet legkisebb mutatványaig minden megtalálható a show műsorában. Fergeteges szöveggel és óriási látvánnyal adja elő. Hát ezt a Guinness rekord is bizonyítja, itt ő arra a rekordra készül, hogy 4 perc alatt minél több mutatványt csináljon meg. Ez majd a show végén kiderül, hogy hányat tudott megcsinálni. Ez valóban egy teljesen hiteles bizottság a Guinness rekordok részéről hitelesítette. A mai napig is ez a rekord. Na most a kitétel volt ebben a Guinness rekord kísérletben, hogy a bűvészet minden részének szerepelnie kellett a mutatványban. Tehát nem lehetett csak mikromágiát csinálni, vagy csak nagy illúziószámokat csinálni, hanem vegyesen a bűvészet minden műfajának meg kellett jelenni benne, így látszik is, hogy a mutatványok eléggé változatosak. Mint valami daráló úgy csinálja egymás után hát ezeket, igen, a mutatványokat. Hát kísérlet, megpróbálja ő, hogy minél több mutatvány összejöjjön. Na most azt nem is kell tagadnunk, talán látszik is majd egy-két felvételen, azért belecsúsztak hibák, de itt most nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy a sikerült trükkök azok minél több legyen a mutatványban. Bűvészet legénynek a tárházát azt hiszem mással nagyon nem is lehetne befejezni, mint az egyik legnagyobb magyar bűvésszel, aki idáig élt, Rodolfóval, akiről kevesen tudják, hogy mi volt az, amivel a világban a leget tartotta. Ő volt a világ legnagyobb nyakkendő tolvaja. Ő lopta a világon a legjobban a nyakkendőt. Érdekes, hogy a bűvészek szinte már szakosodtak a bűvészet legnagyobb zsebtolvajai. Egy csehszlovák Bóra nevű úriember volt, aki az órát lopta a leggyorsabban. Aztán vannak a kis zsebtolvajok, akik a szakmákban a legjobbak. A nyakkendőben viszont vitathatatlanul Rodolfó volt a legtökéletesebb és a legprofibb, ő lopta a leggyorsabban és a legészrevehetetlenebbül a nyakkendőt.